Bármelyik percben meghalhat Alekszej Navalnyi. Ezt azután mondta orvosa, miután a családtól megkapta az orosz ellenzéki politikus leleteit. Navalnyi már harmadik hete éhségsztrájkol a börtönben, ezért kálium szintje vészesen megnőtt, ami szívleálláshoz vezethet. Egy orvos szervezet szerint azonnal kórházba kéne szállítani, de a hatóságok hajthatatlanok. Putyin elnök leghangosabb bírálója eleinte hátfájásra panaszkodott, és azt mondta, hogy már alig érzi a lábát, saját orvosait viszont nem engedték be a börtönbe. Eddig több mint 70 híresség írta alá azt a Vlagyimir Putyinnak címzett nyílt levelet, amelyben kórházi ellátást követelnek Navalnyinak. Többek közt az ABBA egykori tagja, a Harry Potter könyvek szerzője és számos hollywoodi színész. Navalnyit augusztusban próbálták megmérgezni novicsokkal, majd szerinte koholt vádak alapján 2,5 év letöltendőre ítélték. Nemrég azt mondta, a moszkvai vezetés bármire képes, csak hogy halva lássa.